Tisztelettel köszöntjük nézőinket! Az 1848-49-es forradalomra emlékeztek Nagybaconban. Tisztelt ünneplő gyülekezet, hölgyeim és uraim, kedves gyermekek! Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmával szervezett nagybaconi rendezvényen. Nagy öröm számomra, hogy ennyien megtisztelték jelenlétükkel a mai ünnepséget. Azzal, hogy valaki részt vesz a településén megrendezett nemzetünnepen, nem a szervezőknek és a fellépőknek szerez örömöt, hanem saját magának. Hiszen ezzel érdeklődést mutat a helyi események iránt, bekapcsolódik a közösség életébe, ugyanakkor lerója tiszteletét az elődök előtt, elismeréssel adózik tetteit iránt. 60 évvel a magyar forradalom és szabadságharc után Mikszáth Kálmán így írt a márciusi ifjakról. Nem fontolgattak semmit, hanem nekivágtak, és megcsinálták március 15-ét egy verssel és egy pár csörömpölő jurátus karddal. S mi most is ebből élünk. Igen, ebből élünk, hiszen az akkor kivívott jogaink egy része
még most is megvan. Az akkor bemutatott bátorság, elszántság és hősiesség még ma is példamutató erővel bír. Leckét adtak akkor ők nekünk hazaszeretetből, önfeláldozásból és a haladó eszmék iránti fogékonyságból. És élünk, mert hányatott történelmünk során, bár sok veszteség ért bennünket, azért még mindig megvagyunk, hiszen még megmaradt a nyelvünk, a kultúránk, a szokásaink, annak ellenére, hogy nemzetünk nem egy ország határain belül él és munkálkodik, hanem szétdaraboltan. Mindezekért, gondolom, tartozunk 48 hőseinek annyival, hogy megtartsuk őket emlékezetünkben, példaként emlegessük tetteiket, és ezt a szokást továbbadjuk utódainknak. A mai március 15-i megemlékezésünk felvonulással kezdődött, a nagybaconi húvós zenekar és a lovas ifjak közreműködésével. Az ünnepség további része itt folytatódik, ahol ünnepi beszédek hangzanak el, valamint egy rövid műsorra is sor kerül, és koszorúzásra. Ezt követően pedig bevonulunk a központi kultúrotthonba, ahol istentisztelet lesz és folytatódik az ünnepi műsor. Most pedig átadom a szót Baconközség polgármesterének, Simon András úrnak. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a megemlékezés minden részvevőit, hölgyeket, urakat, és nem utolsó sorban a fiataljainkat, iskolásokat. 1848 nagyon régen volt. Régen volt, de sajnos, hogy mi akkor történt, az minden igaz volt. Máig érvényes és valós tanulságot vonhatott a nemzetünk, ha csak a forradalom eszményiségére, a harcban szerzett keserű tapasztalatokra, vagy arra gondolunk, mikor nemzetünknek rá kellett ébrednie arra, hogy nem számolhat semmi másra, csak saját nemzete erejére és kitartására. Mi megemlékezünk minden évben, mert fontosnak tartjuk azt, hogy fiataljaink tudomást szerezzenek arról korosztályonként, ami akkor történt. Mert egy nemzet jövője és létezése függ annak történelmének megismerésétől is. Így fontosnak tartjuk azt minden évben, hogy megemlékezzünk, leoroljuk kegyeletünket a szabadságharcba elesett hősök iránt. És így egybegyűlve minden évben, gondolatba egyesülve, elmélyülve, imádkozhassunk a mennyei atyához, hogy óvja meg nemzetünket minden rossztól a jövőben. S hogy soha többé soha ne szoruljon rá senki emberfia, hogy nemzete jövője és szabadsága karddal harcban kelljen megvívja. Döntése és akarata méltán legyen meghallgatva. Erre jogát Isten adta. Kívánok mindenkinek egy szép ünnepi napot. Thank you.
Elkérem Nagy Kinga tanárnőt ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt jelenlevők, ünneplő gyülekezet! Március 15-én a nemzeti ünnep kapcsán minden magyar embernek először a nemzeti lobogó, a kokarda, a márciusi ifjak, a nemzeti dal jut eszébe. 169 évvel ezelőtt a magyarság számára jelentős események kezdődtek, melyekkel a magyar nemzet fontos lépést tett a függetlenség elnyerésére, a feudális társadalmi rend felszámolására, a közös teherviselésre, nemzeti bank létrehozására, unióra. Az akkor kialakult összefogás, a megszülető nemzeti egység ma is utat mutat. Minden március 15-én emlékeztet minket, hogy a nemzet megmaradása, felemelkedése csak összefogással és közös akarattal valósulhat meg. Éljen bennünk is, hogy összefogva nagy eredményeket érhetünk el. Egy kis közösség csak úgy emelkedhet fel, ha közös a cél és a feléje vezető úton segítjük egymást, bátorítjuk, támogatjuk embertársainkat, büszkék vagyunk egymás sikereire. Ahhoz, hogy a célba érjünk, összetartásra van szükség. Ebben legyen példaértékű az 1848-as márciusi ifjak, a szabadságharc hősei és azok cselekedetei. Az akkori kor embere csodát látott bennük, hiszen ők hozták el a nemzet szabadságát. Beszédemet Jókai Mór szavaival zárom. Kell, hogy történjenek olyan csodák, melyeket 10 nemzedék megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősítik. Köszönöm. Ének következik Farkas Gábor iskolánk 5. osztályos tanulójának előadásával. 1848. évben letekintett az Úristen a földre, onnan nézte egész Magyarországot, hogy harcolnak a jó magyar huszárok. Magyarország könnyes körű füstölők, Kossuth Lajos, Szent Ágyúja döbörök, maga fújja az angyali tombitát, harcba hívja Magyarország sok fiát. Maga fújja az angyali trombitát, harcba hívja Magyarország sok fiát. Most pedig a Benedek Elek Művelődési Egyesület kórusa 48-as dalokat ad elő. Vezényel Molnár Sándor református lelkipásztor. Bécsvárában sír a német csaj, Bécsvárában sír a német csaj. Bécsvárában sír a német jaj, Bécsvárában könnyen éli baj. Búcs a német, mert a lajtán herder óta, áthalik a Kossuth nóta. Bécsvárában sír a német jaj, Bécsvárában könnyen éri haj. Megállj, megállj!
Kegyelet virágainak elhelyezése a nagybatoni 1848-49-es szabadságharci forradalom emlékére elhelyezett kopjafánál.